A bajnoki szünetet követően Szegeden az újonc Szeul otthonában lépett pályára a kisvárdai futballcsapat. A vendégek a 10. percben megszerezték a vezetést, a tavaly 19 gólig jutó Erős Gábor szezonbeli első találatával juttatta előnyhöz csapatát. A folytatásban is a vendégek domináltak, de a szünetig nem született újabb gól. A fordulás után óvatosabb játékra váltott a Várda, amely azért Szabó és Rajci révén két kapufáig eljutott. Mivel a hazaiak próbálkozásai rendre kudarcot vallottak, a kisvárda egy gólos győzelmével elhozta a 3 pontot a Tisza partjáról. Mi irányítottuk a játékot, nem nagyon tudott kijönni a Szeged a saját 16-osáról. Ebből voltak a több lehetőségeink, helyzetünk is még, 2 óriási zicser, de a második fél időben megváltozott a játékképe. Egy picit, mert bátrabban kijebb jöttek, ezáltal viszont nekünk nagyon nagy helyzeteink voltak, amit sajnos nem tudtunk érvényesíteni, úgyhogy van mit dolgozni, amit természetesen szeretnénk mi hamarabb kijavítani, hogy a kontrajátékunkból, mert eddig azért nem volt sok lehetőségünk a kontrajátékra, több mérkőzés alapján sem, hisz ellenünk majdnem mindenki védekezik, mi pedig felvállaljuk ugye a támadójátékot, és ezáltal erre külön készülni kell. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Grosics Akadémia 2-0, Békés Csaba Sopron 1-0, Mosonmagyaróvár Balmazújváros 1-2, Dorog Kozár Misleny 0-2, Vác Soroksár 2-2, Cigán Puskás Akadémia 0-1, Csákvár Szolnok 2-2, Siófok Cegléd 4-2 és Zalaegerszeg Budaörs 0-1. A tabella élén a 17 pontos Nyíregyháza Spartakusz áll, megelőzve a 16 pontos Balmazújváros. A Kisvárda 14 ponttal a 3. helyen várja a Cigán szerdai vendégjátékát.